tett szent legyen szavad. Ha itt a földön millió lét látok, kiket igazgass, táplálsz egy magad. Szívem feléd ujjong örömtele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Szívem feléd ujjong örömtele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ha nézek föl az ég dicsőboltjára, hol tündöklő csodás csillagsereg, hol pompás két aranyhajóként járva, a nap s a hold az űrben fennlebeg. Szívem feléd ujjong örömtele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Szívem feléd ujjong örömtele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Uram, igédben, hogyha megtalállak, ha látom ott kegyelmes tetteid, választott néped, amint egyre áldod, türelmesen viselve bűneid. Szívem feléd ujjong örömtele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Szívem feléd ujjong örömtele, mi nagy vagy te. Látom itt a földön járva, a lázatos, türelmes szolgaként. Látom, hogy áldást áraszt a világra, s kereszt halálra adja életét. Szívem feléd ujjong örömtele, mi nagy vagy te, nagy vagy te. Szívem feléd, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A földre nyom a búnak vannak terhe, szegény szívem halálosan beteg. S hozzám hajol az Úrnak szent kegyelme, s lelkem az ő irgalma menti meg. Szívem feléd ujjong örömtele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Szívem feléd ujjong örömtele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Színről színre láthatom meg őt, ha majd felém dicső arca világot, s én térdre hullok szent színe előtt. Szívem feléd ujjong örömtele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Szívem feléd,
könnyek. Álmomban felsírtam az egyik éjjel. Hosszú ideje, mind jobban féltem. Szívem sajgott, gyomrom majd kiukadt. Már feladtam, hisz nem láttam kiutat. Szemem töröltem, mikor ő megrázott, rám kiáltott, a méregtől nem látott, még hogy te félsz, hát akkor én mit mondjak? Mondd most, mi lesz így a feladatoddal? Felnéztem rá, mert nagyon meglepődtem. Épp könnyes szemét takarta előlem, megölelt és kért, folytasd a munkádat. Ekkor láttam be, mekkorát hibáztam. Azóta örülök annak, hogy élek. Ha utamat járom, akkor nem félek. S mert könnyeit soha el nem feledem, mosolyát néha már fel is fedezem. Erős már a mi Istenünk, lehet hallani? Most már lehet. Erős már a mi Istenünk. De ebből nincs ki taszítva egyetlen református, katolikus vagy más felekezetű testvérünk, úgyhogy bárki, bárhonnan is jött, szeretettel köszöntjük. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő drága, szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség, hálaadás most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Köszönjük, Urunk, hogy az elmúlt két furcsa, nehéz évben is Te hordoztál minket. Úgy tűnik, hogy ebben a világban valóban csak egyetlen biztos pont van, Te magad, a Te személyed és a Te igéd. Köszönjük, hogy a Te igéd és szereteted az, aki összegyűjtött ma is minket. Köszönjük, Urunk, hogy érezhetjük a Te jelenlétedet nem csak itt, hanem otthon is, munkahelyen, vagy éppen kórházi ágyon, bárhol is élünk, vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy eljöttél ebbe a elesett, letaszított, bűnös, nyomorult világba, és Te vagy a megváltó ma is, aki megválthatsz minket, szabadíthatsz minket bűntől, haláltól, ördög hatalmából, félelmekből, mindenféle szorításból. Kérünk, áld meg ezt a napot, ahogy tudjuk, hogy szívesen megteszed, ahogy már annyiszor átéltük. Áld meg a szolgálattevőket, az igehirdetőket, mindazokat, akik eljöttek ma, és itt vagyunk együtt a Te nevedben. Amen. Hát testvérek, valóban bolond időket élünk. Amikor az egyházunkban szinte minden országos program elmaradt, az országos evangelizáció nem szünetelt. Tehát 2020. októberében is megtartottuk, itt ebben a templomban, akkor online közvetítés volt. Nem hirdettük, nem hívtunk senkit, annak ellen 30-40-en azért beszivárogtak, és akkor azért még több ezeren megnézhették az interneten. És tavaly már egy óvatos hirdetés volt az evangélikus életben, tehát akkor még plakátot nem gyártottunk, de akkor is tavaly olyan 300-an voltunk, hát most megpróbáltuk, nem tudtam, hát el kell kezdeni egy ilyen szervezés már nyáron, honnan tudhattuk volna, hogy mi lesz a járvány szempontjából októberben, de hát meghirdettük, és akkor most itt vagyunk, együtt vagyunk, örülünk ennek. Nagy szeretettel köszöntjük Szemerei János püspök urat is, a győri családot, most nem fogok mindenkit végig sorolni, örülök, hogy itt vannak, vállalták, hajnal 3-ig itt próbáltak például ebben a templomban, úgyhogy ez nem így kis új kirázással megy meg rutinból, hanem nagy szeretettel, hittel készültek ők is erre az alkalomra. Köszöntjük szeretettel Lengyel Anna, korábbi felügyelőasszonyt, és minden lelkész gyülekezeti tagot, csak az udvaron, akikről hallottam, Lucfalvától kezdve mindenfelől érkeztek a testvérek. Nyilván nem mindenki mert még eljönni,
hiszen azért a járvány tart, most emelkednek is a számok, tehát ezt nem károgásból mondom, de hát amennyire tudunk, vigyázunk egymásra. Ott a bejáratnál még most is, akár most is, meg később is el lehet venni maszkot, meg van kézfertőtlenítő is, de mindenképpen kérjük a testvéreket, amit meg is teszünk nyilván, hogy vigyázunk egymásra, tehát a távolságtartást azért próbáljuk komolyan venni. Ennek kapcsán mondom, hogy töprengés, imádkozás után úgy döntöttünk, hogy végül is a rituális úrvacsora ma elmarad, de nem marad el az Isten tisztelet, tehát Gerőfiné Brebóczkévát kértem, hogy egy egyszerű liturgiát azért állítson össze, tehát bűnbánati rész lesz, feloldozás, kegyelemhirdetés, közben Győri Dávid égehirdetése, tehát az nem marad el. Most néhány dolgot csak röviden hirdetek, aztán majd később is folytatjuk. Főleg azok fele, akik esetleg először vannak itt, tehát az udvarban találjuk a mosdókat a földszinten, úgy tudom, egy van még ott az emeleten is. Könyvesboltba be lehet majd menni szünetben itt az evangélikus könyvesboltba, és mi is hoztuk a kis megszokott iratterjesztésünket, de mivel 2 év alatt én magam sem mentem túl sok helyre, fölgyűltek nagyon értékes anyagok, és úgy döntöttünk, hogy itt 2 grátis asztalt is kipakoltunk, és nem ilyen lejárt poros irodalom ez mind nagyszerű és értékes anyag, tehát hídmagazinok és mások, el lehet vinni az egészet, missziós célra, akit Isten eszünkbe jut, azt látogassuk meg, adjunk neki egy könyvet vagy iratot, és örüljünk neki, és a padokra is elhelyeztünk egy új kiadványunkat, a Magyarországi Evangélis Egyház missziós munkáinak a rövid kis összefoglalása. És tartunk offertóriumot is ma, külön kosarazás nincsen, hanem aki majd a szíve szerint tud adni a persejekbe, a napnak a költségeihez és a missziónkhoz, hídmagazin szolgálatához, egyebekhez tartjuk az offertóriumot. Én most nem húzom már az időt ezzel, hanem felkérem Szemere János püspök testvérünket, hogy ő is szóljon hozzánk. Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az idei 2022-es országos evangelizáció valamennyi résztvevőit, és megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a népes győri családot. Én még nem emlékszem arra, hogy lett volna olyan országos evangelizáció, hogy ennek a nagy programnak szinte minden szolgálatát egyetlen család lássa el. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a győri családon keresztül az Úristen nagyon sok áldást készített a Magyarországi Evangélikus Egyház számára eddig is, és abban a reményben vagyunk, hogy ez ma is így lesz. Isten áldja meg szolgálatotokat. Én egy bibliai igét hoztam köszöntésül a Jakab leveléből, minden jó és tökéletes adomány onnan felülről a világosság atyától száll alá. Ebben bízunk, ezért imádkozunk, és ezt kérjük a mai alkalommal is, hiszen ahogyan az országos missziói lelkészünk Szeveri János elmondta, nehéz időket élünk ebben a így fogalmazott bolond világban. Valóban így van, és nagyon nagy szükségünk van az Úristen oltalmára, segítségére, útmutatására és áldására. Így kívánok áldást a szolgálattevőkre elsősorban, de valamennyi résztvevőre. Isten áldjon meg bennünket. Igen, még egy gondolat, hogy egyrészt ez az éneklés nem szereplés, hanem ahogy már éreztem is, aki ismeri az éneket, kapcsolódjon be, legtöbb régi evangéliumi, evangelizációs ének. Van, aki nem a falról olvassa, meg nem kívülről tudja, hanem belülről tudja. Ezen nőttem föl én is, és részt vehetünk ebben. Aki meg valamelyik éneket nem ismeri, hát hallgatja. Ez az egyik. A másik, az igére akartam még utalni. Véletlenül se legyen félreértés ennél az igénél a mai, az év igéje ez, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. De hát ezt Jézus mondja, az a Jézus, aki eljött, aki megszólít minket. Tehát nem rajtunk múlik ez a dolog, tehát ne essünk a törvényeskedés vagy az embercentrikusság hibájába. A kegyelem az mindenkinek szól, és amikor még bűnösök voltunk, ő már meghalt értünk. Tehát ezt ő mondja nekünk, aki én hozzám jön. Tehát kicsit olyan, mint amikor járni tanítják a gyereket, és mondják neki, hogy gyere, gyere nyugodtan.
Jó, és akkor kérjük a szolgálatot, utána majd Győri Gábor Ádám, és se tudtam, hogy Ádám a harmadik neve, Győri Gábor esperes testvérünknek, friss nyugdíjas, de nem nyugszik, hanem szolgál, bibliakört is vezet, és más egyéb dolgokat is, ahogyan a testvére Győri János, ő is már egy pár éve nyugdíjas, de ilyen aktívnak még talán nem láttam, mint mostában. Ahogy ezt a napot előkészítette, az tényleg fantasztikus. Jó, kérjük akkor az énekeket. O Getsemanei kertből a Golgotára fel, kis ösvény tarts a lelkem, ma arról énekel. E keskeny út a mennybe visz, de sok rajta a zord tövi. Mert szánt és szeretett minket, a Mester arra ment, hogy bűnben el ne vesszünk, ott vérzett ő a szent. E keskeny sok rajta a zord víz. Ó, menj a Szent Keresztfához, de bűnös elveszett, hogy békét adnak néked a vérző sok rajta a zord tövi. És ajkad énekre nyílik, új ének áldva kín, fenn zengik égi népek a párány szín.
összetörve, jársz vigasztalan, megpihenni vágyol, fiam, fiam. Vár a gyár szerelme, vár rád igaza, jöjj a messze tájról, úgy jöjj haza. Nézd a rossz világnak, csak hullánkja van, drága csak nekem vagy, fiam, fiam. Vár a gyár szerelmek, vár rád igaza, jöjj a messze táj. Jöjj a messze táj.